akiknek eljött az utolsó reggel. Próbálok mindent becsomagolni a bőrömbe és így hátizsákba. Remélem, hogy nem kell külön kis táskát is cipelni, mert remélem, hogy 23 kiló alatt marad a bőrön, de bár ez nem ebben szinte biztos, hogy olyan lesz így. Hogy bírja, azt mondták, 30-an kilóig. Nem látjuk. Most tudik aljam a vízbe, mert befért minden. Csak kérdés, hogy kilóba jó-e. Kétségbe vagyok esőbe, mert elnéztem az egész időpontot, egy órával vagy más órával hamarabb kellett volna indulnom, és egy óra múlva bezárnak a kapuk. És még csak itt várok az airport linkre. Lesz kb. 20-30 percem, hogy becsekkoljak. És a bőröndöme is a méretekkel gondok vannak, tehát alapvetően problémás a helyzetem. Nem tudom, mi lesz ebből. Nagyon félek. Mindjárt egy óra van. A repülőt 11 óra 20 akkor szállt fel. És kb. Ilyen egy órában előtt érkeztem a reptérre. Kerestem mindenhol a bőröndöt, hol lehet feladni, de már nem voltak ott. És akkor mondták először, hogy a bőröndöt hagyjam itt, és akkor menjek úgy a repülőre. Aztán mondták, hogy még igazából annak sincs értelme, mert hogy úgyse fogom elérni. És aztán pedig megadtak számolta Ukraine Airlines-nak, hogy őket hívjam fel, mert hogy irodájuk nincsen. Oké, felhívtam őket, elkezdtem, kérték a repjárt számomat, elkezdtem keresni, hogy, és mondani, hogy mi az, de megszakadt a kapcsolat, simkártyáról eltűnt a pénz. Nagyszerű. Infopunktnál nem telefonálhattam, azt mondták, menjek le a telefonzést, töltsem fel, lementem, négy emeletnyit, csomót sétáltam. Itt nem lehet, itt csak új simkártyát lehet venni. És legolcsóbb opció is 1000 forintért lett volna, hogy 1000 forintért feltöltöm a kártyámat.
egy hívás miatt, csak egyetlen egy hívás kell. Aztán végül sikerült a fél órával később találnom valakit, egy infopudnak segített, és felhívhattam, de nem vették fel a telefont. Hívtam négyszer, másnál nem vették fel. Aztán rá fél órával később sikerült, már majdnem megvettem azért, a új SIM-kártyát emiatt, egy hívás végezte, csak szedtem volna 1000 forintot. Akkor valaki felállította, hogy akkor hívhatom őket, és akkor felvették, de mondták, hogy most ebédszünetem vannak másfél órája. Mi ez? Elérhetetlen, nincs semmi irodájuk, nem lehet őket elérni. Nagyon összejöttek itt a dolgok. Kíváncsi vagyok, hogy nekik van-e olcsóbb járatuk, hogyha ezt a ticket módosítást csinálunk, hogyha lehet még egyáltalán utazom, csak egy óráig lehetett volna még, csak ugye nem lehetett őket elérni. Így az sár fenn, bár nem tudom, hogy ez így van, csak hallottam. Most azt várom, hogy visszahívjanak, erre vissza fognak hívni. És meglátjuk, hogy ők mit gondolnak, mennyiért tudnak. Azt láttam, hogy holnap után vannak itt csak repülőjük, de hogyha olcsóbb, akkor menjük azzal. Ha nem, akkor 110 ezer forintért álltam egyet holnapkor reggel, ami közvetlen Budapesten megy a Eurowings-el. Ezt oda szóltam. Már benéztem a időt. Mert tegnap mondtam a recepciósnak, a hotelesnek, hogy mikor megy a gépem, és akkor mondta, hogy kb. 9-kor kell indulnom. És azt terveztem, ilyen 8:30 körül indulok el, és akkor kényelmes odaérek. Csak aztán a bőrömnek kiderült, hogy kb. 35-40 kilós. És akkor azzal egy 3-4 órát elvacakoltam, kipakoltam a cuccokat, átrendeztem a logisztikáztam a hátizsákomba, az acskomba, stb. Aztán ki kell csekkolni, és tulajdonképpen ezek mint a GBL hangszórók miatt, meg ezek miatt a dolgok miatt, szuvenírek miatt rengeteg a súly van, és azzal vacakoltam, hogy akkor azt hoztam el, mert azt hiszem, hogy ráérek. Tudom ezt, akkor idejövök, és akkor itt a reptéren találom ki, mit csinálok, vagy akkor itt hagyom őket, ezeket a GBL hangszórókat. Nem ért 110 ezer forintot az, hogy ezeket elhozzam ajándékba, meg valaki kérte, hogy vigyek neki. Ennyit nem ért. Persze az én hülyeségem volt, benéztem az időpontot. Nem tudom, én mondtam neki, hogy mikor megy a repülő, és azt mondta, hogy 9-kor kell indulni, és 9 óra után indultam el kicsivel. És azt mondta, hogy 30 perc az út. Hát olyan dugó volt, hogy nem 30 perc volt. Majdnem 30 perc volt eljutni az AirPort linkig a taxival. Azért is, hogy fizettem sokat. Hát ez most így nagyon fáj. De nem hagyom az elroncsa az egészet. Hiszem, hogy ez javamra fog válni. Sokat tanultam belőle. És ha jussak haza. Ezt akarom most már. Vissza tekeresre. Gyerektáborba. Jó volt ez egy hónap. Nem azt mondom. Nagyon élveztem. Andokat láttam, amiket álmomban sem gondoltam volna látni fogok. És nem hagyom, hogy ez elvegye a kedvemet. Hogy ez besötétítse. Ez most egy rossz dolog. Ez nagyon. De lenyelem. És egy jó dolgokra fog visszaemlékezni. Köszönöm szépen mindenkinek, követetek. Még pár snittet, amúgy rá bevágok a repülőről, amikor megérkeztem. De nagyjából akkor ennyi volt a futizás. Nagy élmény volt, nagy izgalom, nagy kaland. Lesz mit mesélni, és emiatt megérte. Megérte a sok nehézség is. Sziasztok! Próbálom feldolgozni azt, ami történt. Próbálom. Majdnem ott tartottam most már, hogy 150 ezer forintot kell fizetnem azért, hogy 2 táskát ijessek fel. De aztán úgy voltam vele, hogy nem fogok 40 ezer forintot pluszat ráfizetni azért, hogy kb. 20-25 ezer forint értéket hazavigyek. Ezért már elterveztem akkor, hogy vagy akarok több ruhába beöltözni, több pólót felvenni, meg többet betenni a táskába, hátra nézni még a súlyát, és akkor úgy, amennyit tudok, mentek, de ha nem tudom, akkor itt vagyok sok ruhát, meg sok cuccat. De aztán... És aztán végül ugye emiatt a késés többnyire emiatt volt, illetve figyelmetlenség is volt nyilván. Tehát egy lényeg az, hogy 8:30-kor akartam viszont elindulni, akkor viszont még elértem volna. Azt nem mondom, hogy kényelmesen, de akkor elértem volna. De azért alakult ez így, hogy később indultam el, 9 után kicsivel, mert nem értem a szállodában kapott mérlegen a táskámat, a bőrönre kb. 40 kilót mutatott, a hátizsákra ilyen
6 hetet. Ezért az egészet át kellett rendezni, kipakoltam a hátizsákomat, beraktam a táskamba a hangszorúkat, egy külön nagy zacskóba tettem a cipőt, meg ezeket, amik ilyen nagy súlyok. És akkor úgy lett a 8, maximum 8 kilós táskámból, vagy 7 kilós táskából 10 kilós, és egy zacskó, ami vittem magamban, amit elvileg lehet egy másik kis a kezembe, ami kb. Ilyen 4 kiló lehet, az meg 7 kilós lett. És ez a több mint fél óra elment. Na most a reptéren elmentem lemérni a táskámat, hogy akkor mit hagyjak itt, stb. És a táska csak 15 kiló. Az zacskó az csak 4 kiló. A hátizsák csak 6 kiló. Egy hülye mérleg miatt kellett az egészet 115 ezer forintot kidobnom. Elúszott 115 ezer forint egy hibás mérleg miatt, amit kaptam. Alig tudom ezt elhinni. Alig tudom, ez hihetetlen. És most reptéren vagyok, egész nap elment az a legolcsóbb megoldást kerestem. Hát a legolcsóbb a 115 ezer forint volt. És hogyha elmentem volna egy szállást keresni, és visszajöttem volna, el kellett volna vitatni magam a taxival, legalább egy tízes lett volna megint. És kb. Hajnali 5-re, fél 5-re, de vissza kell érni, mert 7 óra valamennyikor indul a repülő. Tehát de azt jelenti, hogy ma 9.30-tól holnap 7 óra valameddig folyamatosan itt vagyok, itt dekolok a reptéren egész nap. Most ezt elvileg vettem, 400 valamennyi forint volt, ilyen steakszerűség, rizssel, meg szószal, meg vettem kulát 210 forintért. Ezek itt ilyen olcsóbb megoldások, így is drágább, mint amennyi a városban van, de ez még egy tűrhető megoldás. És eszek aztán majd ezen a kényelmes széken valamit csinálok. Nem tudom. Itt az egész. Na, sziasztok! Történik az, ami itt 7 órakor ment volna, 7 óra valamikor ment volna a repülő, és kaptam egy levelet, hogy 9.40-kor fog indulni helyette. És ezzel le is késem a Düsseldorfi átszállást, és áthelyeztek. Úgyhogy Düsseldorfban mindig bemegyek, és mindig bemegyek Budapestre. Kerek mondani, hogy csak külső már haza. És már nem haza akarok menni. A szélsőt nem találtam. Kemény lesz. De ez van, most itt fogok tud pihenni. Annyira abszurd az egész. Beletöztem a hasznodrágot, felvettem a pulóvert, mert vékony nivel kis hűvös van, meg a fém szék is hideg. Látjuk, hogy valamire tudok-e pihenni. Vettem egy ezt egész reptér minden területen, ahol van szék, vagy akár a földön is alszni. Van nálad a földön. Mindjárt utóra van. Bealudtam valamennyit. Aludtam most egy pár órát. 2,5 órát aludtam. Most a hason fáj, nem tudom, hogy miért. Rossz.
is eljött. De még nagyon hosszú utáltam. Sziasztok, itt vagyunk Düsseldorfba, és kijöttem a reptérre, mert minden mire drága volt ott, és én meg ilyes vagyok, és abban a reményben elindultam, hogy fogok találni a közelbe van boltot, és szerencsére egy kilométerre kb. Már itt a város van, a reptér mellett, és így, ha van város van, bolt is, és találtam egyet Penny Marketot. 150 forint is fánk. Megérkeztünk, itt egy óra sem volt, nagyon hamar megérkeztünk, és amúgy a Lufthansa az jó volt, hogy a Lufthansa-val kell itt egyet az Eurowings, mert ugye az ő saját gépüket lekéstem volna, ugye az ő késés miatt, ezért kell így mennem, hogy Münichbe jöttem, most is Münichbe megyek Budapestre, és majd éjfélkor érkezek meg. Ami kiakasztott az, hogy rajtam volt itt egyen, hogy igen, itt van, A42-es gétnél kellett nekem várakozni. Oda mentem a indulás előtt már majdnem egy órával, vagy hármad órával, és akkor ott néztem, hogy semmi nem volt kiírva, üres volt az egész. Leültem én is, mint a többiek ott várakoztam, és akkor kb. Egy 20-30 perccel a repülő indulás előtt láttam, hogy kiírtak, hogy az, hogy Oszló. Az emberek elkezdtek ott gyülekezni, és akkor oda mentem az Eurowings pulthoz, a infopulthoz, az Eurowings-eshez, egy pasimónak mutattam ott, aki ott dolgozik, hogy most milyen helyzet, hogy elleg innen indul az a repülő hamarosan, és hogy most itt Oszlót írt ki, és a többi most mondta, hogy de rendben van, azért üljek le, várakozzak, majd a következő lesz az enyém, és innen indul majd, és majd az Oszló után, és üljek le, és várjak. Akkor ezek szerint késni fogok? De mindegy, jó, oké, leülök. És akkor leülök, ülök, várok, még mindig ott gyekeznek az osztósok, sehol senki, és azt hiszem, hogy 3 perc múlva a hivatalosan 3 perc múlva kell indulni a gépnek. Na azért csak megkérdezem még ezt az infopulttal, hogy most mi van. Akkor most késik a gép, mert itt késik, most mi van? És most nem a pasi volt ott, hanem kettő hölgy voltak, és akkor mondták, hogy már elment a gép, már bezárt. Ezért, hogy nekem néznem kellett volna ezeket. Mondtam, papíron itt van rajta, hogy A42-es, előkérdeztem egy pickót itt, és mondta, hogy itt várakozzak, stb. De nem, ez az én hibám, ezért már, hogy nem itt van a kapukat megváltoztathatják, tök de mi van ezen rajta, megváltoztathatják, csak közelben sehol nem volt kiírva monitor, kerestem is amúgy, és a pasinak mutattam a jegyet, és nem mondta azt, hogy megváltoztatták a kaput, amiből ez, amintől a repülő indul, hanem azt mondta, hogy üljek le, ezután fog jönni. Én meg leültem, és akkor várakoztam türelmesen. Még jó, hogy megkérdeztem, és akkor mondtam, hogy már zárva van a kapu, meg már lekéstem, stb. De aztán mondták ezért, hogy csak engem várnak a repülőzőn, mert tudják, hogy itt vagyok a reptére, meg a csomagom is náluk van, és akkor mondták, hogy az 50-es, A50-es, ami egy 20 méterrel arrébb volt amúgy. És akkor gyorsan felszálltam a repülőre, és szerencsére megvált a repülő. Nagyon mérges voltam. Miért nem néztem egy normális jegyemet? Miért mondja azt, hogy ott üljek le az A42-est és várjak? Miért nem tudtam megnézni és azt mondani, hogy menjek az A50-eshez? Majdnem ennyit a figyelmetlen pasi miatt még egy éjszakát itt töltettem volna, meg ki tudja, mibe került volna ez megint. De sikerült, elértem, és Lufthansa az király volt, kiszolgálást kaptam, csokit is, kólát is, kávét is, pedig kevesebb, mint egy óra volt, jó minőségű volt, sokkal kedvesebbek voltak
a légutas kísérők, mint a Eurowinzen, tehát egy profi, Lufthansa az profi, és megint Lufthansa-ba fog menni, hamarosan egy óra múlva indul a repülőm. Alig várom, hogy hazaérjek. Ilyet láttam még, legutóbb metróvész egyik állomásról, egyik kaputól a másikig kellett. Jöttem arra, hogy kártam. Széket Bangóba is tehettek volna a nap éjszaka, akkor sokkal könnyebbet volna pihenni. Indul az utolsó repülő, 40-valahány óra után talán végre hazaérkezek. Egyik. Itthon vagyok, megérkeztem, hazataxiztem. Hát ez brutális volt ez a kettő nap. Nem így terveztem, nem örülök neki, hogy így alakult, de egyáltalán nem bántam meg az utat, még így is iszonyatosan megérte. És szó szerint anyagilag is így is nagyon megérte, tehát olyan szinte ingyen, jó, most azért el kellett fizetni, de nem akarok árat mondani, de nagyon olcsón kijöttem így is az egy hónapra. Alig kellett ráfizetem az útra. Tehát nagyon nagy élmény volt, és nagyon megérte, és nem bánom egyetlen percét sem, még a kellemetlen élményeket sem, mert nagyon sok sztorival gazdagodtam, nagyon sok élménnyel gazdagodtam, ami pótolhatatlan. És nagyon köszönöm azoknak, akik ezt követték, köszönöm, hogy velem izgultatok, velem átéltétek ezeket a történéseket. Remélem, hogy sikerült átadni azt a sok gyönyörű helyet, sok gyönyörű, egyszerű élményt, amit részt vettem. Én kívánom mindenkinek, akit megteheti, az fedezze fel a világot. Óriási dolog. Pláne nekem ezt a tanítóként, hogy ezt megtehettem itt nyáron, egy hónapra elmenni, és ilyen messzi tájakra tanítóként ezt. Ez akkora csoda, és hálás vagyok Istennek azért, hogy ez megvalósulhatott. Köszönöm még egyszer mindenkinek. Sziasztok!